Na, sziasztok! Itt vagyunk egy újabb videóban. Kalotaszeg ékességére jöttünk. Kalotaszent királyra. Hova jöttünk? Kalotaszeg ékessége. Kalotaszékelység. Jaj, de szép. Nézzük itt, mi van. Tessék, itt van a kamera. Filmezzél azt, hogy... Református templomhoz megyünk, és ott leparkolunk. Oké? És akkor miért nem fordultak? Érkeztünk, itt parkoltunk a templom elé. Na, mehetünk. Együtt felfedezzük Kalota Szent Király látnivalóit. Szívunk egy kis jó levegőt. És még mit csinálunk? Sétálunk. Egy kis dombon lecsicsülünk. Itt vannak a szálláshelyek. Sok szálláshely van. Sokan járnak erre. Református templom, amely a 13. században épült, jó régi. Szép. Ja, mesélek is róla egy pár dolgot. Jó? Hm? Hm? Mi? Mi? Menjünk erre lefele, aztán majd mikor jövünk vissza, megnézzük a híres református templomot is. Itt van mellett a püspök panzióni. Ajjajjajjajjajjajj. Milyen szép, szépen meg van csinálva a kapu. Minden fel van újítva. Ajja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 jj. Püspök panzió. Takaros. Ilyen szép kis táblák vannak. Mutatja, hogy mi merre. Erre van a központ. Milyen szép ház. Itt csordogál egy kis patakocska. Aranyesé. Patok. Milyen patok? Tölgy. Tölgy patok. Ilyen táblák vannak. Még a kút is fel van tüntetve, Csáki kút. Tulipánok. Né. Csáki kút. Mások van benne víz. Jaj, ki kell nyitni. Kicsit bókálós. Jaj. Na, biztos.
Nehogy persen a kamera. Oda vész 2000 le. Jaj, olyan jó idő van, hogy az nem igaz, 28 fokot mondanak. Megjött a nyár. Sok meddig tart? Hát tart, még úgy hallottam. Hát amíg így megyünk, mondjuk egy pár szót Kalota Szent Királyról. Kalota Szent Király, román Szent Királyú, Kolozs megyében található. Bánffy hanyattól kb. 6 km-re helyezkedik el. Az Erdélyi Szigethegység vonulatai és dombjai által meghatározott felszegi medencében terül el. A Vigyázóhegység vagy Kalota Havas hegytől délkeletre. Hallgass már, nézz ott is már károm. Szerintem mindig ez van. Még itt van a karácsonyi dísz. Nem szedték le. A település elődei a Kalotapatak két partján telepedtek le. A jobb parton található Zentelke, a bal parton pedig Szent Király. 1968-ban egyesült a két falu, ma 1167 lélekszámú a település. Hát, ott is mehetünk egyenesen. Mennyi szarka itt már. Ilyet. Vannak építkezések, újítgatások errefel. Szépülget. Hallgassál már. Menjünk itt. Ott van a Bakk utca, Álunisú Magyar. Kereke alsó utca. Mind ilyen vendégházak vannak mindenhol. És itt is a román templom. Mert ugyebár románok is laknak itt errefele. Többségben magyarok, de hát, román kisebbség is van a településen, meg is mondom mennyi, 1033 fő van jelenleg Kalota Szent Királyon, ez 2021-es adat, és a magyar lakossága 924, tehát olyan kb. 100 román van e településen, úgyhogy hát, mi történik? Szervusz. Úgyhogy van román templom, kell legyen, ha már vannak százan. Biszérika ortodox, aki is van táblázva. Na, itt csak házak vannak ezen az utcán. Nem épp tipikus kalotaszegi házak, mert vannak új építésűek, kapuk nagyon szépek. Sok turista szokott idejönni, csak most jelenleg holnap van húsvét vasárnapja, és csak lézengenek egy páron. Vannak itt minden háznál minden, van amik háznál ki van ragasztva, hogy szőttes eladó, meg mit tudom én, méz eladó. Tehát ilyen ebből él az itteni népesség, lakosság. Plusz vendéglátással, hát nem tudom, hogyha hány reszti van errefele, megnézzük, mert szerintem eszünk is valamit, mert
Nem ettünk csak reggel. Ez nem a központ, úgyhogy csak tán van a központban valami. Meglátjuk. Felírtad a telefonszámot? Ha veszünk, akkor vegyünk itt. Mi? Pálinkás panzió. Pensione qualificata, falusi vendéglő. Jaj, de milyen meleg van itt. Nagyon meleg van ma. Ne is nézem, hogy hány fok. Kíváncsi vagyok. Na, 24 fok. De mondtak 26-ot holnapra. Hétfőre 27-et. Szünkrájú. Aztán pedig egy kicsit lehűl. Ez volt az időjárás jelentés. Köszönjük a figyelmet. Itt van egy jó nagy fenyőfa. Ilyen Audikkal robognak itt. Ez mi akar lenni? Ház? Nem tudom. Na, hát itt már nagyon kint vagyunk a faluból. Van egy összekötő központban. Egy utcácska, és ottan letérünk majd. Mi? De milyen szépen ki van virágozva. De gyönyörű ez a tavasz. És milyen jó szaga van. Állj, tépjél egy ágat te. Ez nagyon szép házacska, elfogadná. Szép ablakok, ajtók. Ez itt a Deres hídja. És itt van a patak. Na, menjünk ezen az úton, aztán valahova. Csak kérünk. Itt van egy tehén. És nézz engemet. A tehén. Régi kapu, vaskapu, milyen szép, virágos, minden itt. Fel vannak újítva a házak, nagyon jó állapotban vannak, míg az utcák, le van aszfaltozva mindenhol. Kedvet kaptam, hogy ide költözzek. Építek ide mondjuk egy házat. Nevének eredete. A honfoglaláskor a Kalota nemzetség telepedett le itt, melyről a patakot elnevezték. A Szent Király nevet István király szenti avatása 1083 után vette fel. A Kalota edőnevet pedig a patakról kapta. Tehát Kalota a patak és Szent Király István királyról kapta az előtagot. Amúgy meg szobor is van ennek tiszteletére a központi parkba. Majd megnézzük. Hát vannak ilyen régies házak is, amelyek nincs felújítva. Amelyek nincsenek felújítva, de... Hát ez nagyon kívül van. Kívül esik ez az utca, egy kicsit eltértünk. Ez is ilyen régi. Mi lehet itt?
egyik házra, azt hiszem, hogy valami emlékmű. Úgy néznek ki. Ez a Bánfi ház, akkor igen. Ez igen, akkor emlékmű. Csak hát laknak szerintem ott. Mert látok biciklit. Mi a Laci? Magánház, de hát Bánti házként van feltüntetve. Ott van távolba református templom, román templom. És ott meg egy beteg kutya. Szegény. Na hát az előbb mondtam, hogy nem hallottam kutyaugatásukat, de hallok ott a távolba. Na, egy kicsit lassan haladunk, mert közben itt fényképezgetek is. Mi? Szép itt a kilátás, református templom. Itt vagyunk a magaslaton. Itt jobban látszik. Ők is még egy képet. Az ágat akarja. Elment az asszonyni. Itt hagyott. És aztán megtámadnak itt. Farkas kutyák. Szép helyen van. Nagyon. Hát, kb. Ilyesmire. Ilyesmit képzeltem el. Krisztina! Krisztina! Jó helyen vagyunk? Ha? Na, Bánfi házat láttuk. És itt vannak a nevezetességek. Táblán. Gyarmati Zsigmond Park, szobor, park, az ortodox román templomot láttuk, református templom, sporttelep, az Ady Endre általános iskola, az Ady Endre ház, tájház, és Szent István park, ahol a szobor is van, kb. Ja, és a baptista imaház, kb. Ennyit lehet itt nézni. Inkább azért jönnek ide a turisták, mert nagyon szép házak vannak, meg a kalotaszegi népviseletért, mert vannak ilyen rendezvények, de mindjárt majd beszélek róla, felsorolom, hogy mik vannak itt. Itt jöttünk lefele kocsival, ezt lefilmezte Krisztina. Na, én csak egy szerencsétlen turista vagyok. Jaj, hagyjatok már! Jaj, menjetek már innen! Ha nem tudjátok, félek a kutyáktól. Jaj. Ha? Az ott a Vince Pál kút. Ott is ilyen kutyani. Fejezd be! Mutassam meg közelebbről, ezek jó régi kutak. Most már nem vesznek belőle vizet, hanem inkább hát ilyen turisztikai jelleggel bírnak szerintem. Lehet tévedek. Ezt láttam az interneten is, hogy van itt egy ilyen csokis manufaktúra, Kriste Csokolátyér. Csokoládát ezen áll, csak sajnos most szombat van, és be van zárva, úgyhogy nem tudunk venni finom csokit, de nem is baj, mert úgyis el vagyok hízva, mint egy disznó. Még azt kell nekem csoki.
Itt már kezd szép lenni. Itt ilyen parkosított rész van. Itt is vannak a látványosságok közelebb. Jó, hát itt vannak mélyek, de hát Jézusom, Megtámadtak a mélyek. Hoppá, jaj, oda, jaj, ott a tetőn. Motivumok 1938, mikor volt készülve, mikor volt építve. Főleg inkább az ilyen ház tetején vannak a motivumok, meg maga a kapun. 1926, ez a régebbi. Megni, az is tipikus kalottaszegi. Meg főleg ezni. Ilyen szép. Mi a macska előkerült. Kár, hogy itt vannak ezek a villanyoszlopok, mint telekábellel. Majd gondolom, hogy lesz majd befektetés, hogy föld alá teszik az egészet, és akkor egy teljesen modern kalota Szent Király lesz belőle, mert a potenciál megvan benne. Itt van Mánfi Hunyad kis térség térképe, itt kirakva. Hát ezt meg akartuk nézni a múltkor, csak nem volt időnk, ez a legmagasabb Szekuaja fa. Itt is egy tábla. Mi merre, hány kilométer, Budapest 372. Washington csak 7624. És újból ez a tábla. Gyógyszertár. Na. Szép. Arra van a központ, piac tér és a park. Ez a park. Parkolszöntú Stefán Szent István Park. Akkor itt kell legyen a szobor valahol. Mindent filmezek, csak a lényeget nem. Ez van már. Hát nagyobb parkra számítottam. Itt van a szobor.
Mi van koszorozva? Kicsi park, mi? Nagyon picuri. Nézzük meg közelebbről. Tehát Kalota Szent Király, Szent István királyról kapta nevét. Itt van a szobor közelebbről. Itt van a kis parkba. Csak 38 évet élt. Mikor 2003. augusztusában csinálták, avatták fel. Nem tudsz képzelni, hogy az már 21 éve volt. 21 éve? Jajjajjaj. Telik az ide. Én akkor voltam harmadikos. Harmadikos? Nem akkor születtél? Nem akkor születtél? 10 éve korábban. Na, szép kis park, csak kicsi, nagyon kicsi. Na, menjünk tovább. Na, menjünk a... Itt van egy kis játszótér. Szerinted? Semmi. Csak az erre vittem. Hogy bicikliznek errefele. Itt van egy vashíd, ezen átkelünk. Ilyen szép tiszta, viszonylag. Itt látok egy valami. Vedret, vagy mi az? Szép villanyoszlop. És itt már a falu vége. De még itt is némilyen szép házak van. Igaz? Kitáblázva. És ültetnek fákat. Sepsi Szent Király. Nem azoknak a térséget, de azoknak voltak a szobor táblájában. Szép pad. Van végig. Székely Szent Király. Múlcum, ezt köszönöm. Székely Szent István. Még egy fa. Nem tudom, az elhunytaknak is itt ültetnek fákat, gondolom Halmen Béla. Gondolom a nevesebb szent, alatt a szent királyaknak ott ültetnek fákat, és lesz egy ilyen kis park, nem tudom. Maros Szent Király. Van a basketballpálya, meg van egy, hát ezt láttam a Maszol interjúban, hogy mondták, hogy lett itt egy úszoda. Meg egy sportterem is van mellette. Jaj, elfáradtam már.
jártunk egy kicsit. Na, elfáradt az asszony, elfáradtam én is. 7400 lépés, és még prímel is. Na, hát akkor meséljek még egy pár dolgot. A történetéről röviden. Kalota Szentkirály Árpád-kori település első okiratos említése 1288-ból származik, mikor Kun László király a gyerőmonostori Mikula családnak adományozza ezt a területet. 1337-ben Szentkirály néven említették, már ekkor egyházas hely volt, papját is említették, aki a pápai tized jegyzék szerint ez évben 2 galas pápai tizedet fizetett. 1437-ben Szentkirály néven írták az oklevelekben. 1554-ben Szentkirály Sebesvár tartozékai közé tartozott, amit már lefilmeztem pár videóval korábban, és a boncidai Bánfi Mihály birtoka volt, majd később a gyalói vártartomány faluja lett. A középkorból fennmaradt helynevei 1461-1498-ból Málnabérc és Kalota vize. Közben itt elénk tárolt az Adi emlékmű. Mi? Itt van Szent Istvánfa. Hát miért van itt Adi és Adi ház? Mert Adi ház. Van egy múzeum. Ott van az általános iskola is, a rendőrség. És az óvodában van egy kialakítva egy Adi szoba. Ha jól olvastam. Csak be van zárva. Jaj! Nem lehet bemenni. Szóval, amit mondtam, hogy itt sok időt töltött Adi Endre, meg meglátogatta Kalota Szentkirályt, és azért itt elnevezték az iskolát is Adi Endrének. Az iskolát is Adi Endrének, meg szobrot is állítottak oda, vagyis az arcképét. Sok, hát nem tudom, ha meg lehet-e nézni, hol kell itt bemenni. Be van zárva. Be van zárva. Habár lehet itt be lehet menni, majd megnézzük. Szép a környék. Szebb a napnál. De hová érkezett nálatnál? Ez a rendőrség, meg az Adi Endre iskola. És itt van az óvoda. Nézzük csak meg, de szerintem be van zárva. De nem. Megnézzük az Adi szobrot. Ez az óvoda. Nem jössz? Hát, akkor megyek én. Hát le van lakatolva itt. Hát ez... Na mindegy. Ezt most... elbuktuk. Hát ez végül is a központi rész. Az óvodával. Az iskolával.
sajnos már sehova se tudunk bemenni. Ez van. Ezt kell szeretni. Ez fel lett újítva 2021-ben. Végeztek vele. Szép. Amint már mondtam, az óvoda egy helyiségében Ady Endre emlékkiállítás van berendezve. Az Ady Endrék szobor, amit lefilmeztem, Kalota partján, az óvoda mellett állították annak emlékére, hogy a költő gyakran időzött itt. A falu 1991 óta megrendezett nyári tánctáborairól is nevezetes. Van hagyományőrző szoba, szüreti mulatság minden év október elején, és van Csipkebogyó Fesztivál is. Majd eljövünk a Csipkebogyó Fesztiválra. Csipkebogyó Vesző. Csipkebogyó Vesző. A lakosság hagyományos életmódja, a népszokások, a népviselet, a hagyományos állattartás az egyik fő attrakciója Kalota Szent Királynak. Napot kívánok! De mondom, legyen hála, jó Istenem, még tanul forgathatna, hogy ne? Már is visszakerültünk ide, hol leparkoltunk. Hát egy reszti sincs, úgyhogy hol leszünk? Na akkor végezettől pedig mondjak egy pár infót a református templomról. A református templom, a kőépület a 13. században épült, csúcsíves stílusban, majd az idők folyamán többször is helyreállították. A tornyot 1762-ben építették, három harang található benne. Az orgonát Kolonics István építette 1876-ban. A szószék fölött elhelyezett koronát gróf Bánfi Miklós ajándékozta a templomnak. A papné székét pedig Jósika Sámuelné. Mennyezete 1848-ban leégett, újjáépítéskor csupán fehérre meszelték. Lássuk, csak be lehet-e menni. Dehogy lehet. Uff. Hát ez van. Bocsássatok meg, ez van. Sehova se tudtunk bemenni. A mostani kazettás mennyezetet 1994-ben az Íj és Közalapítvány támogatásával készítették. A 220 kazettát kalotaszegi motivumokkal díszítve festették. És ott van egy felirat a templomon, amit hát lefényképezek, aztán bebigyeztek ide. Szomorú, hogy nem tudunk bemenni. Szomorú. Milyen szép ez a ház. Motivumokkal 1948. Lőjek egy képet. Napot kell. Még van egy kapu, hát ha az ki van nyitva. Nem hiszem el.
nem tartják nyitva. Turisták jönnek, mennek. Legalább az udvarára. Na. Na. Határában feküdtek a középkorban Hem és Hintelke faluk is, melyek az itt átvonuló hadak pusztításainak áldozatai lettek. 1910-ben 1046 többségben magyar lakosa volt, jelentős román kisebbséggel. Egy pókony imázik a fejem. Merem? Merem számoljtam? Hát, ennyi volt ez a videó. Rossz napkor jöttünk, de olyan jó idő volt, hogy kár volt bent ülni. Így hát gondoltuk, hogy most látogatjuk meg Kalotaszent Királyt. Kicsit. Most csalódott vagyok, hogy minden be volt zárva. Még ilyen árusokat se láttunk. De hát, majd bepótoljuk máskor. Hő, aki erre jár, nem tudom mikor jöjjön, de mindenképp ne ünnepekkor, húsvétkor. Mert mindenki el van foglalva, mindenki süti a sonkát, húst, csinálja a tyúkhúslevest, festi a tojásokat, mi meg, hát inkább kijöttünk nézelődni. Na jó, ez van. Menjünk tovább, szerintem haza, vagy lehet, hogy megállunk még valahol, aztán lefilmezem, majd meglátjuk. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk a következő videóban. Pápá, Krisztina is üdvözöl. Kalotaszent Király, így szeretlek. Itt még megálltam, az a felemen, ugye? Így képezzem le, így felőről a falucskát. Jaj, na hát így néz ki. Nem tudom, ha látszik, de ha nem látszik, beteszem a fotókat. Ennyi volt a videó. Menjünk dolgunkra. Krisztina már eszi az ideg. Eszi az ideg Krisztinát, hogy hol vagyok. Ugye elütt egy motor. Éhesek voltunk, aztán beültünk ide Hunyadra. Itt volt szabad.
ettünk egy vizet, meg egy limonádét, meg jön a kaja mindjárt. Ja, ez a környék. Jaj, de híjes vagyok ma. Na, ez a kajánk. Cigánypecsenye, meg micsoda? Valami disznós. Disznós, valami disznós. Na, menjünk, mert megy a zene is, nehogy letiltson. Na, itt tettünk mi, el is felejtettem mutatni, La Niño Pizzeria. Elég jó volt a kaja, fizettünk durván 100 lejt. Jól laktunk, aztán megyünk tovább. Na, forgalmas ez a hunyad. Hát most megint nem filmezek itt, hanem majd egyszer eljövök, aztán lefilmezem a cigány palotákat is, meg talán be tudok menni ebbe a szép kis református templomba. Én nem forgalom van itt. Na, menjünk. Megy le a nap is. Menjünk haza. Na, jó volt? Még most is kellemes az idő. Oly, felborulok. Nem mondom. Szóval majd valamikor eljövök magamba, meggondolom, te téged nem érdekel hunyad, ha? Hunyad nem. Nem? Na, ez nagyon szép, és bent olyan egyedi dolgok vannak, hogy az nem igaz. Majd egyszer bemegyek, de most be van zárva. Milyen kár, hogy nem katolikus, mert katolikusok általában, katolikus templomok általában ki vannak nyitva. De ezt már filmeztem. Na, menjünk haza. Te nézd meg, ki van nyitva. Nem megyek, majd egyszer majd bemegyek. Most menjünk haza. Itt van egy ilyen szoborpark, ott van Petőfi is. Kopja a fákat. Teszek majd be kép, vagyis a képek majd az alulírásban, mint mindig, beteszem a linket, és ott megtekinthetőek. Majd meg lehet tekinteni az összes képet, amit csináltam Kalota Szent Királyon, és itt Hunyadon is. Ennyi volt. Menjünk. Ja? Akartam csinálni egy szkémát, aztán baj. Románia, én így szeretlek, így vadul. Hova mentek? Miért?